A Daróczi virtusúszás 15 kilométeres távja Paksról indult. A jelentkezőknek az érkezéskor először regisztrálniuk kellett. Csak szállek kéne rakni a táskába. Táskába? Igen. A versenyre mindenki saját felelősségére nevezhetett, semmilyen egészségügyi vizsgálat nem volt szükséges, a hosszú táv miatt azonban nem ártott a jó kondíció. Hogyha már kipróbálta egyszer a Balaton átúszást, vagy az Öböl átúszást, ez ahhoz hasonló, csak itt a sebesség élménye is hozzájön, mert a folyóval együtt percen belüli százakat lehet csinálni, és ezt az olimpiakonok is megirigyelnék. A versenyzők biztonságára vízi rendőrök és több motorcsónak vigyázott. A szabályokat, mint az úszósapkát levenni és a csapatot elhagyni tilos, mindenkinek be kellett tartani. Erről az indulás előtt a versenyzők szóban kaptak tájékoztatást, ezután elkezdődött az úszás. Idén körülbelül 100-an neveztek be a megmérettetésre. A próbára az ország minden pontjáról érkeztek vállalkozó szellemű amatőrök. De nem csak emberek, hanem négylábú kedvencek is végigúzták a 15 kilométeres távot. Jó a víz! Igen. Ezek pedig már a célbaérés pillanatai a kalocsai kikötőben. A legjobb időt Szabó Tamás úszta Pestről. Körülbelül 2 óra 20 perc alatt, és nem nagyon tudok viszonyítani, mert ezen még most vagyok életemben először, de azt gondolom, hogy legalábbis abból ítélve, hogy mennyire fáradtam el, abból ítélve toltam neki rendesen. A legelső női befutó Tóth Andrea lett, aki szintén gyakorlott a hosszú távúszásban. Gyerekkoromban versenyszerűen úsztam, aztán ahogy jött a család, ez teljesen elmúlt, de abszolút nem jártam úszodába. Aztán újra elkezdtem úszni, és ráálltam a hosszú távúszásra. Úgyhogy olyan 2-3 éve rendszeresen edzek, készülök és indulok mindenféle amatőr hosszú távú szóversenyeken. A virtus próbát teljesítők valamennyien azt mondták, hogy kifejezetten jól esett az úszás. A cél nem a győzelem volt, hanem az egyéni képességek próbája.